A fenntarthatóságot globálisan érdemes értelmezni, azaz nem csak a környezetvédelmi, hanem a társadalmi szempontokat is érdemes figyelembe venni. A civil szervezetek különös figyelmet fordítanak az iskolákra, például segédanyagokkal segítik a tanárok munkáját. Az esélyegyenlőség, vagyis hogy a nemek egyenlő eséllyel vegyenek részt a munkaerőpiacon és az oktatásban legalább olyan fontos része a fenntarthatóságnak, mint a környezetvédelem. A fenntarthatóságot komplexen közelítjük meg, tehát nem csak a környezeti fenntarthatósággal foglalkozunk, hanem ennek a társadalmi és gazdasági következményeit komplexen próbáljuk megközelíteni, ami a globalizációval jár. Hogy ennek része, ennek a szemléletnek az, hogy mi a társadalmi fenntarthatósággal is foglalkozunk, hogy így került ebbe a projektbe a nemi esélyegyenlőség. A túlnépesedés globális probléma, aminek környezeti következményei vannak, mint ahogy a nemek közötti esélyegyenlőtlenségnek is. Ha a nők egyenlő eséllyel vehetnének részt az oktatásban és a munkaerőpiacon is egyenlő feltételekkel szerepelnének, akkor csökkenne a születésszám, tehát ez egy logikus és igazán humánus módja lenne annak, hogy próbáljuk szabályozni ezt a kérdést, hogy ne népesedjen túl a föld. Az Egyesület az iskolákra, az oktatásra helyezi a hangsúlyt. Azt szeretnénk, hogy tudatosabban álljanak hozzá ahhoz a kérdéshez, hogy milyen eséllyel vesznek részt a tanulóik a különböző foglalkozásokon, a pályaválasztást mennyire befolyásolják, sztereotípiák, nemi sztereotípiák, ez esetleg hátrányokhoz vezet, tehát hogy miért veszítsünk el egy tehetséges matematikus csak azért, mert nő, hogyha eleve úgy indult az oktatása, hogy kisebb eséllyel indulhatott el abba az irányba, pedig a képességei esetleg erre lehetőséget adtak volna számára. Létrehoztunk egy eszközt, amivel mérhetővé válik, hogy mennyire teljesít egy iskola megfelelően a nemi esélyegyenlőség szempontjából. Az eszköz nem más, mint egy nemi esélyegyenlőségi mutató, ami olyan, mint egy kérdőív, aminek a kitöltésével választ kaphat egy intézmény arra, hogy hol tart az esélyegyenlőség területén, és javaslatot is kap, hogy milyen irányba menjen tovább. Jelenleg a projektben 3 iskola vesz részt. Ez egy pilot projekt volt. Így is nehéz volt bevonni iskolákat, az egyrészt túlterheltek, másrészt ez egy érzékeny terület. A projektben bármilyen oktatási intézmény részt vehet. Előrelépés, hogy a tanárok részére vannak olyan oktatási segédanyagok, amelyek a fenntarthatóságra nevelést célozzák meg. A tantárgyhoz köthető tananyagokat adunk. Ezek leginkább óravázlatokat tartalmaznak, mert tényleg erre is szintén nagy igény van, hogy a tanároknak, akik ugye nagyon kevés idejük van, hogy új dolgokat be tudjanak hozni. 45 perces vagy netán 90 perces óra alatt miként lehet ezeket a témákat bevinni. Ezen belül az óravázlatokban vannak természetesen külső források, hivatkozások, mindig próbálok aktuális témákat, aktuális információkat is ezekbe belevinni. Matematika, magyar nyelv és irodalom, illetve földrajz tantárgyakhoz kínálunk egyébként ilyen segédleteket, ami hamarosan meg fog jelenni, hogy az adott tantárgyakban hogy tudják ezeket a konkrét globális kérdéseket bevinni. Nagyon fontos volt például, konkrét példás volt több gyakorlatunk is, hogy egy itthon megvásárolt terméknek vajon mi a teljes története, mi az útja, tehát maga az előállítástól a végén a szemétképződésig. A projekt része a digitális történetmesélés, amelyet 1960-ban Amerikában alkalmaztak. Az Európai Unió által támogatott Fiatalok Együtt egy igazságosabb világért című programunkban a digitális történetmesélés módszerét használtuk. Ez a program arra irányult, hogy ifjúságsegítőket, illetve fiatalokat célozunk meg 18-tól 30 éves korig, akik ezt a módszertant megismerve egy eszközt kapnak a kezükbe, hogy üzeneteiket
hatékonyabban tudják átadni, megosztani a ENSZ fenntartható fejlődési céljai kapcsán. Mint a környezetvédelem és a társadalmi igazságosság. Közösen gondolkoztunk azon, hogy filmes formában hogyan lehet, tehát milyen történeteken keresztül lehet ezeket feldolgozni, úgy, hogy személyes élményekkel legyenek átitatva. Ez a film 2018 áprilisában Magyarország ifjúságsegítők részvételével valósult meg, amelyet egy angol ifjúságsegítő készített. A második esemény, ami Romániában egy úgynevezett ifjúsági csereprogram volt, oda hívtunk el fiatalokat, akik 18 és 30 év közöttiek voltak, és az ifjúságsegítők, akik már ki voltak képezve, az ifjúságsegítők, illetve hát az egyesületnek a menedzsmentjének a segítségével, támogatásával készítették el ezeket a filmeket kisebb csoportokban, tehát 3-4 fős csoportokban, de megint csak hangsúlyozom, hogy személyes tapasztalatokra építve. Az volt a kérésünk, hogy egyes fenntartható fejlődési célok kapcsán gondolkodjanak el azon, hogy a saját országokban ők mit tapasztalnak. A fenntarthatósági célok közül a legnépszerűbb téma minőségi oktatás volt. Van egy afrikai partner, egy benini partner, akinek már önmagában ez a tény, hogy ez az iskolához való hozzáférés is súlyos problémákat okoz, hiszen egy benini fiatalnak lehet, hogy hosszú kilométereket kell gyalogolni, hogy iskolába tudjon járni. A módszer segít a minőségi oktatás téma kifejtésében, és fejleszti az önismeretet, valamint az önkifejezést.